Na, hát, sziasztok srácok, itt Dami jelentkezik ebben a vadonatúj videóban, és ezt a videót már rengetegen kértétek tőlem, úgyhogy úgy gondoltam, hogy itt egy második rész. Itt vannak a kis Rolandék is, úgyhogy igazából szerintem kezdjük is. Még videó előtt gyorsan egy-két fontos dolog, az első, az az, hogy én holnap is lesz még egy ilyen videó, ilyen tippes videó, szevasz Hanna. Kis kameramán. Szóval holnap is lesz még egy ilyen tippes videó, az ilyen kezdő papagájusoknak. Mindegy, a lényeg, hogy azután nekem nincs igazából túl sok ötletem, hogy milyen videókat kéne papagájusokat, úgyhogy légy szíves, írjátok már meg kommentben mindenképpen, mert kicsit kifogytam a papagájus videó ötletekből, úgyhogy előre is megköszönöm. Kettő, és egyébként ha nem szeretnétek, nem a... Leesett a videó szkriptje, de mindegy, szóval az a lényeg, hogy a más, hogy ugye, ha nem szeretnétek lemaradni a holnapi videóról, akkor mindenképpen nyilatkozzatok fel és nyomjátok is be a csengőt, mert közel vagyunk az 1000-hez. A második dolgot szerint elfelejtettem, úgyhogy végül is csak ennyi, meg annyian nézzétek meg az első részt is, úgyhogy remélem tetszik, kezdjünk is az elsővel. Tip, amit itt a képernyőn is láthatátok, az pedig az, hogy töltsetek a madárral időt. Nem kell arra gondolni, hogy most nagyon sok időt kell tölteni velük, elég naponta fél órát. Ezzel eléritek egyébként, hogy megszok a madár a jelenléteden, meg is memorizál, hogy hogy nézel ki, és igen, időt kell vele tölteni, ha ugye lehet akkor simogatni, ugye Roland? Szóval elég tényleg naponta egy fél órát, nem kell olyan sokat. Roland, gyere már! Szóval nem kell olyan sokat vele, napi fél óra teljesen elég. Roli, jó van, kis szégyenlős. Szóval látjátok, én is foglalkoztam vele sokat, úgyhogy már itt is van a kezemen. Tehát első tip, napi, foglalkozz vele minden nap. Ugye Roland? Cuki vagy? Igen, cuki vagy. A második tip pedig, hogy nem szabad hirtelen mozdulatot tenni. Ez főleg akkor igaz, mikor a madár kicsit még új, tehát hogy éppen most lett véve, vagy még szokja a helyet. Szóval, de egyébként is nem szabad, most csak demonstrálom, hogy nézzétek, a hirtelen mozdulatoktól nagyon félnek, sunyulnak szegények. Úgyhogy mindenképpen szépen csak így lassan nyúljatok oda, szép lassan, finoman. Nem szabad hirtelen mozdulatokat tenni, mert megijednek és sajnos félni fognak tőletek. Igaz, Roland? Úgy olyan cuki, mikor így beszélgetnek. Kis pufikák. Szóval ne tegyetek hirtelen mozdulatot a madarak közelében. Harmadik tip pedig az lenne, hogy ne nagyon nyúljatok be hozzá, per hozzájuk, ha valakinek kettő van, más idegen tárgyakkal. Értem ez alatt a botot, például botokat, vagy akár nem tudom, zacskót, most csak így körbenézek és látok valamit. Szóval tényleg nem szabad benyúlni hozzájuk mással, mert így egy, megérnek tőle, kettő pedig, hát tényleg nem... igazság szerint csak megijednek tőle, de nem szabad tényleg, mert nagyon meg fognak ijedni, és nem biztos, hogy többet bízni fognak bennetek, úgyhogy soha ne nyúljatok be mással, tehát várjatok. Most is csak demonstrációs szempontjából hozok egy botot, várjatok. Szóval itt a bot, és már ha csak közelítem, látjátok, hogy nem. Na, szóval erről beszélek, tehát nem szabad mindig csak ezt menjen is. Szóval mindig csak is a kezetekkel kell, igaz, Roland? Kezemre szeretsz ráugrálni. Gyere, Roland! Szégyenlős. Kis pufika. Szóval nem szabad benyúlni idegen tárgyal. A negyedik tipp pedig az, hogy beszéljetek a madárnak. Ez nagyon fontos, mivel így fogja megszokni a hangod. És egyébként lehet szólongatni is a nevén, például, hogy Roli, Roli, Roli. Múltkor hallgatott rá Roxika. Ilyen fázol Roxika. Szóval tényleg beszélni kell neki sokat, nem muszáj. Csak így madárka, madárka, jaj, de cuki vagy, meg ilyesmi. Csak hogy megszokja a hangodat és felismerjen. Mert régen úgy volt, hogy mikor én is kis story time, mikor még Rolika is új volt. Itt aztán hazajöttem suliból, bejöttem az ajtón. Szerencsétlen repkedett mindig, meg ide-oda csapdosott, de amikor később, már egy pár hónappal később, már nem csinált ezt, mert szóltam neki, hogy szia Roli, Rolika, és akkor már nem repdesett, mert megszokta, megismert, tehát a madár felismer, hogyha sokat beszélsz neki. Úgyhogy tényleg beszélgessetek vele sokat. Ugye Roland, szeret beszélgetni?
és nagyon beszédes hangulatban vannak. És az ötödik, egyben az utolsó tipp, az, hogy rakd be gyakran a kezed a kalitkába. Ez alatt azt értem, hogy csak rakd be, tehát kinyitod, így, berakod, kicsit ide, felhúzod, és erre azért van szükség, mert hogy megint csak szokjon a madár. Tehát, hogy szokja a kezedet is, egy idő után ő vissza tud majd vonatkoztatni arra, hogyha te beszélsz neki, és a kezedet is mozgatod, előbb-utóbb rá fog jönni, hogy ez ugyanaz az ember, és előbb-utóbb fel fog így is ismerni. Tehát így kell tényleg be kell rakni a kezedet, csak elég ott tartani, a hirtelen mozdulatokat itt sem szabad, csak elég ott tartani, kicsit ha és megsimogatni, hogyha engedi, Rali, Roxika tolláskodik, szóval megsimogatni, ha engedi, és ettől szopni fog a madár, tehát garantálom, hogy rá fogsz állni, ha ezeket a tippeket megcsinálod, szerintem egy 2-3 hónap alatt már teljesen szelíd is lesz a madár. Nekem is egyébként Rolika elég hamar viszonylag megszerídült, úgyhogy ajánlom tényleg mindenkinek. Hát, skacok, vége is lenne ennek az öt tippnek, úgyhogy remélem élveztétek, kis Rolandék, és remélem tudtam is nektek segíteni valamiben. Úgyhogy egyébként a leírásban lent lesz még az első rész is, ha valaki ezt nem látta volna, bár kétlem, mert 24 ezer megtekintés van rajta. Úgyhogy tényleg remélem tudtam segíteni, és tényleg holnap jön majd az a kezdő öttippes videó is. Úgyhogy ha tetszett, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, nyomjatok rá egy lájkot is. Tényleg közel vagyunk az 1000-hez, én úgy gondolom, hogy nem tudom, szerintem nyárra meg tud lenni ilyen júniusra, úgyhogy... De egyébként fogadhatunk is, állhat a fogadás, hogy meg tudjátok ezt csinálni, mit tudom én. Április végére, ha meg lesz az 1000 feliratkozó, akkor valami... De jó, hogy jön a vonat. Szóval valami még extrát hozzárakok ahhoz az ünnepléshez, úgyhogy tényleg köszönöm szépen a figyelmet. Rolandék, ti is köszönjetek el. És nagyon beszédes hangulatban vagytok. Úgyhogy én már nem is mondanak mást. Csak még egy valamit, Hannának is van csatornája, hozzá is felkerült ez a videó, erről is lesz egy link a leírásban, úgyhogy menjetek oda, szupportoljátok kicsit őt is, nyomjatok egy feliratkozást, úgyhogy tényleg mást már nem is mondanák, csak annyit, hogy Domiplays voltam, legyen szép napotok, sziasztok! És sziasztok!